Más témával megyünk tovább. Októberben elindult a 2016-os mikrocenzus. Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal végzi, a felmérésnek kiemelt jelentősége van a társadalmi folyamatok nyomon követésében. A KSH a mikrocenzusnak köszönhetően adatokat nyer a népesség nagyságáról, iskolai végzettségéről, a foglalkoztatottságról és a családok főbb jellemzőiről. Az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk a saját jóllétünkről, a nemzetközi vándorlás megítélése, ilyen kérdéseket is érint a kérdőív, amelyet országszerte összesen 440 ezer háztartásba küld el a KSH. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 23 ezer véletlenszerűen kiválasztott háztartás került a mintába. Az összeírást október 1-e és november 8-a között végzi a Statisztikai Hivatal. 184 összérünk lesz a megyében, ezek többsége ugye a mezőgazdasági összeírásban részt vett július hónapban, mobileszközös kikérdezéses formában, illetve a népszámlálásban, 2011-es népszámlálásban is korábban dolgozott számunkra. Általában olyan személyek, akiket a társaság, illetve a lakosság elismer, befogad, és szívesen válaszol számukra. Egy 5 órás oktatáson vesznek részt, ahol szakmai ismereteken kívül különböző informatikai, technikai eszközök használatára is felkészítjük őket, illetve nehéz esetek megoldására, hogyha valaki esetleg nehezebben nyílik meg a válaszadás számára. A mikrocenzus lakás és személyi kérdőívének megválaszolását törvény írja elő azoknak, akik a mintába bekerültek. A kiegészítő kérdésekre a válaszadás önkéntes. A témát folytatjuk itt a stúdióban Malakuczyné Póka Máriával, főosztályvezető asszonnyal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mostanában sokat beszélgetünk összeírásról, kérdőívekről, hiszen éppen hogy a nyáron befejeződött a 2016-os agrárium összeírás, már is indul a kis népszámlálás. Most itt hány háztartáshoz jutnak el? Országosan 440 ezer háztartás került a mintába, ez azt jelenti, hogy közel 1 millió szemét fogunk megkérdezni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében természetesen ez egy jóval kisebb szám, 23 ezer a mintába került háztartásoknak a száma, és itt is körülbelül a 10%-os mintavételi arány az, ami igaz, és nem minden településen, hiszen az ország 3155 településéből 2148-ban lesz összeírás. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy járási szintű információk állnak majd rendelkezésre. Ugye a kis népszámlálást megelőzte egy nagy népszámlálás. Mi a jelentősége ennek a kis népszámlálásnak, ennek a mikrocenzusnak? 10 év alatt nagyon sokat változik a társadalom, a népességi jellemzők és nagy átalakuláson mennek át, ezért a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a teljes körűen végrehajtott népszámlálások között mindig tartunk egy kisebb népszámlálást, mi kis népszámlálásnak hívjuk, az elsőt 1963-ban tartotta a hivatal, ez a 7. Ilyenkor megnézzük, hogy azok a jellemzők, amelyeket kifejezetten csak a népszámlálás képes produkálni, ilyen például a népesség iskolázottsága, a háztartási, a családi jellemzők, a népesség lakás körülményeinek alakulása hogyan változtak, hiszen 10 év az hosszú idő. Miután nagyon sok jellemző mentén történik a vizsgálat, nézzük a foglalkoztatási, demográfiai, háztartási, lakásjellemzőket, ezért nagyon komplex vizsgálatokat tesznek lehetővé országosan is. Ez az idei mikrocenzus nagy mintájú, kiemelkedően nagy, 10%-os mintán megy, ezért mélyebb térségi vizsgálatokat tesz lehetővé, ami kiemelkedően fontos, hiszen a térségi adatokra az évközi felvételek nagyon összefoglalóan tudnak csak nyilatkozni. Például egy átfogó foglalkoztatási helyzetképet tudunk adni, akár a megyéről is, illetve a legfontosabb mutatók majd járási szinten is rendelkezésre állnak. És még egy nagyon fontos momentum van a mintával kapcsolatban, a kiemelt mintával kapcsolatban, hogy ez a 10%-os minta lehetővé teszi azt, hogy a szokásosnál több úgynevezett kiegészítő felvételt is végrehajtsunk, hiszen minden egyes címen csak egyfajta kiegészítő felvételt hajtunk végre, így gyakorlatilag egy-egy mintát 2-1%-án vizsgáljuk a népességnek, és nagyon sok olyan társadalmi kutatás történik meg most nagy mintás felvétellel, amelyek nagyon régen voltak a hivatalban.
Néhány kérdést említett már, hogy milyen jellegű kérdéseket találkozik az a háztartás, aki bekerül most a mikrocenzusba. Hogyan tagozódnak a kérdések, hogyan épül fel a kérdőív? A klasszikus és a kötelező kérdőív az a lakás és a személyi kérdőív, akik a mintába kerültek, azoknak a válaszadás kötelező, és csak tőlük várunk információkat. A lakás, legfontosabb lakásjellemzőket, építési falazat, komfortosság és így tovább mérjük fel. Ez nem egy hosszú kérdőív, nagyon rövid idő alatt kitölthető. Ami új és kicsit több a korábbihoz képest, az az, hogy kérdezik a korszerűsítéseket, felújításokat is, tehát ennyivel többet fogunk tudni, ami az utóbbi 10 évben zajlott le. A személyi kérdőív is a klasszikus népszámlálási kérdéseket tartalmaz, ebben vannak kötelező kérdéskörök, amelyek a nagy cenzusok alkalmával is végrehajtásra kerültek, vagy felvételre kerültek. Vannak szenzitív kérdések is, amelyekre nem lesz kötelező a válaszadás, és ami nagyon fontos, a korábbinál jóval mélyebben kérdezzük a szakképzettséget, tehát ha úgy látszik, vagy mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag egy szakképzettségi térképet tudunk adni az országnak, ami területi szinten is mutatja majd azt, hogy hol, milyen képzettséggel élnek emberek. Úgy gondolom, hogy ez kiemelkedő fontosságú. És emellett vannak még az már említett önkéntes válaszadáson alapuló kiegészítő felvételek. Kérdése. Tehát úgy elítottak össze a kérdéseket, ami egy kicsit azért a mai kortársadalmára aktualizálható lehet, ugye foglalkoztatottsági szint, szakképzettség, ugye itt szóba jön a szakember hiány manapság elég sokszor, tehát hogy egy olyan térképet és irányvonalat tudnak mutatni, amiből utána a szociológusok, politikusok, mindenki tud hasznosítani. Nagyon fontos technikai kérdés, online kitöltés, a kérdőívet használják-e a felületet azok, akik érintettek? Nagy izgalommal néztük mi is, és nagyon várjuk azt, hogy sikerül hozni a 2011-es népszámlálás webes válaszolási arányát, akkor majd csak 20% volt ez a minta. A választások, amelyek október 2-án voltak, azok szerintünk egy kicsit visszafogták az online kitöltést. Az első 3 napon országosan még egy 5%-os kitöltési arány volt, de ez naponta 1-1% nő, és hát reméljük, hogy szombat-vasárnap, ugye az még az utolsó 2 nap, amikor lehetőség lesz ezt a nagyon kényelmes kitöltési formát választani, akkor ezzel még sokan élnek, és abban is bízunk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek is aktívabbak lesznek. Tudnélik, az online kitöltésben a megye az nem szokott a legjobbak között lenni, nyilván ezt a technikai adottságok is befolyásolják. Egyébként egyszerű kitölteni online is, gondolom, ezeket a kérdéseket. Egyszerű a kérdéveknek a kitöltése, egy személy, egy lakás, egy személyi kérdévet, ha ügyesen használja ezeket a programokat, egy 10 perc alatt ki tudja tölteni. Egy átlagos család, egy 3 fős átlagos családnál ugye ez egy 30 percet jelent, és izgalmasak a kiegészítő kérdőívek is, amiből van, ahol több személytől is várunk kitöltést, de ha legalább egy háztartás tag kitölti, már az is nagyon hasznos információ a számunkra. Főosztályvezető asszony, köszönjük szépen! Köszönöm a meghívást!